Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottjai Szepesi László, a Maros megyei Magyar Diáktanács elnöke, és Dúl Bence, szintén a Maros megyei Diáktanácsnak az ügyvezető elnöke. Üdvözöllek a stúdióban titeket! A Maros megyei Magyar Diáktanács az egy új diáktanács szerveződés, tehát miért volt erre szükség? Tehát az ember azt gondolta volna, hogy a MAKOSZ, ugye, ami egy ilyen országos szervezet, az elég jól kézben tartja ezeket a tagszervezeteit, tehát azokat a diáktanácsokat, amelyek hozzátartoznak, és amelyek gondolom, hogy alapjában véve egy-egy iskolához kötődnek, tehát hogy a diáktanácsok egy-egy iskolának a képződményei. Tehát miért gondoltátok ti, hogy létre kell hozni egy ilyen megyei iskolákat egyesítő szervezetet? Kérdem az elnököt. Én is köszönteném a nézőket, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt vagyunk. Többször is próbálkoztak már az elődeink, a korábbi generációk létrehozni egy megyei szervezetet, mert a MAKOSZ-ban, a többi megyében is léteznek ilyen megyei szervezetek, de valahol mindig elakadtak, és nem tudták végül megvalósítani. És azért, de azért éreztük, hogy mekkora igény van erre, ugyanis a Maros megyében körülbelül ugyanakkora arányban élnek románok és magyarok, de ennek ellenére nem volt egy olyan szervezet, amely összefogná a megyei diákszervezeteket, amely védené az érdekeiket, rendezvényeket szervezne, és tehát tudná képviselni lényegében a diákokat és a hangjukat, el tudná juttatni például a Pedagógus Szövetséghez vagy a MAKOSZ-hoz. Eddig erre nem volt példa, és ez a románoknál pedig már kialakult. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hátrányban vagyunk, és ezért tenni kell valamit. Igen, ehhez még hozzátenném azt, hogy úgy tudom, vagy úgy gyanítom, hogy Maros megye az egyik legnagyobb diákszámot tömörítő megye, nem? Hát igen. Tehát, hogy ezért akkor furcsa is, hogy nem volt eddig egy ilyen megyei szervezet, amelyik ezt egyesítette volna, vagy gondolom, hogy ezt eddig a Bolyai Líceumnak a Diák Szövetsége látta el ezt a feladatot, nem? Így van? Hát nagyjából így volt. Legfőképpen a MAKOSZ rendezvényeire való delegációt intézte a Bolyai Diák Szövetség, és úgy gondolom, hogy az MDT-nek az egyik legfőbb célja az, hogy szerte a megyében, akár Nyárádszeredában, Segesváron, Régenben, Szováten is még sorolhatnám, felkaroljuk a diákokat, ismertessük velük a jogukat, miszerint van joguk diáktanácsot alapítani. És van olyan liceum, ahol nincs diáktanács még? Sajnos igen. Van. Igen? Igen. Több is? Igen. Igen. Mert úgy tudom, hogy a városban azért mindegyik líceumban van, és hogy ennek van egy törvényi szabályozása is, tehát ugye az önkormányzatokkal való kapcsolattartásban, a Diák Szövetségnek, mindegyik iskola tanácsban benne kell legyen a Diák Szövetségnek két néhány tagja. Igen, ez így van. Még azt tenném hozzá ehhez, hogy azért is volt szükség erre, mert a BDS, a Bolyai Diák Szövetség nem tudta teljes mértékben legitimen képviselni a többi megyében levő diákot, mert nekik is ott van 1400 diák, nekik kell rendezvényeket elsősorban szervezni, és ezért is óriási munka lett volna, és nem is nagyon volt rá lehetőségük, hogy felvegyék a kapcsolatot, de mi most pont a hétvégén tartottunk egy ilyen elnökségi összerázót, ahol felhívtunk 10-20 iskolát, beszéltünk diákokkal is, az igazgatókkal is, és egy közleményt is megírtunk, amit az RMPS segítségével el fogunk juttatni az igazgatóknak, vezetőségeknek, hogy tájékoztassák a diákokat, és bátorítsák arra, hogy hozzanak létre diáktanácsokat. És erre van, tehát valamilyen visszajelzés volt az igazgatók részéről? Vagy ezeket a diákszövetségek által küldött papírokat azért az igazgatók így lazán kezelik? Hát
mi jelenleg még nem nagyon tudtuk felvenni a kapcsolatot a megyében levő igazgatókkal. Igyekszünk, a napokban még meg fogjuk oldani. És diákokkal, mert gondolom, hogy azért a különböző szervezetekben voltak diákok. Igen, diákokkal, főleg a megyeszékhelyen, Marosvásárhelyen felvettük már a kapcsolatot, és igyekszünk kiterjeszkedni Régenre, ahol már kezdődik a kapcsolatteremtés, Szovátára, Nyáradszeredára is még sorolhatnám. És azok a diákok, akik olyan liceumokból jönnek, ahol nincs diákszövetség, azok mit mondanak, hogy miért nincs, vagy hogy hol akadt el a dolog? Meglepetésünkre nagyon pozitívan állnak hozzá, csak azt mondták nekünk, hogy inkább abba kéne segítsünk, és mindig nagyjából itt akadtak el, hogy nem tudnak egy alapszabályzatot létrehozni, és nem tudják nagyon a struktúrákat. Éppen ezért tegnap leegyszerűsítettük lényegében egy ilyen iskolai alapszabályzatot, amit ma fogunk véglegesíteni, és ezeket akkor elküldjük. Továbbá megbeszéltük azt is, hogy szeretnénk egy bemutatót tartani nagyjából a diákszövetségezésről és az MDT-ről, hogy hozzan, és bátorítjuk őket arra, hogy hozzanak létre egy diáktanácsot a liceumukban, és hogy csatlakozzanak hozzánk. És visszatérve az igazgatókhoz, az a helyzet, tehát tegnap küldtük el, és ma is a többit, úgyhogy még nagyon... Nem volt idejük visszajelezni, igen. De azért gondolom, hogy némi gyakorlatotok van, mert ugye nem most estetek bele ebbe, tehát nem ez az első szervezet, amiben dolgoztok. Tehát, hogy azért így van némi jártasságotok abban, hogy a diákszövetséghez, diáktanácsokhoz, szövetségekhez hogyan viszonyulnak az igazgatók meg a tanárok. Hogyan? Hát mi ugye már liceum eleje óta foglalkozunk a diák tanácsozással, a MAKOSZ által csöppentünk ebbe bele, és onnan következett a Bolyai Diák Szövetség. A Bolyai Diák Szövetségben megtapasztalhattuk azt, hogy az igazgatósággal milyen viszonyt kell ápolni, hogyan kell a diákok érdekeit képviselni, hogyan kell rendezvényeket szervezni, mi 9-esként hogyan tudtunk ebben segítkezni. És most hányadikosok voltak? 10-esek. És én jelenleg a Bolyai Diák Szövetségnek egyik vezetőségi tagja vagyok, és úgy gondolom, hogy a Megyei Diák Tanács és a Bolyai Diák Szövetség között egy úgymond egy ilyen híd vagyok, aki közvetíti az információkat, akármilyen furán is hangzik, és valahogy összehangolom. Ezek nem konkurensek, úgyhogy ez igen, azért egy elég természetes igen. dolog, hogy kell legyen egy híd a két szervezet között, igen. Igen. De gondolom, hogy azért erről, hogy az igazgatók mennyire vesznek komolyan, erről azért tudtok mondani néhány dolgot, bármennyire is kerülitek itt, látom a konfrontációt esetleg. Igen, én úgy vettem észre eddig, legalábbis a munkáim során, hogy azért az igazgatóság is látja azt, hogy szükség van arra, hogy vagy valamilyen szervezet színesebbé tegye a diákok mindennapjait, és ezt akárhogy is azért próbálják valamilyen szinten támogatni, mert azért létre tudtunk hozni egy tavaszi bált, ami 600-700 diákot mozgatott meg, és még rengeteg sportrendezvény, úgyhogy valamilyen szinten, tehát ők is támogatják, ha úgy vesszük ezeket a törekvéseinket. És az a legfőbb, hogy mindenképpen nem ellenzik. Ez nagyon jó, mert nagyon sok diáktanácsnál ez egy probléma. Probléma? Tehát vannak olyan iskolák, ahol viszont így körmükre néznek a diákszervezőknek, és inkább gátolják őket abban, amit szeretnének létrehozni? Igen, hát most, amikor megszerveztük lényegében ezt a közgyűlést, azelőtt telefonálgattunk, és például Nyáradszeredával találkoztunk azzal a problémával, hogy megkérdeztük, hogy ki a DT elnök, hogyha ez még működik, és azt mondták, hát valamelyik tanár. És kérdeztük, hogy hát jó, és akkor kik vannak a vezetőségben, vagy mondjon ez az illető onnan pár nevet. Azt mondják, hát azt mondta, hogy valamilyen tanárok. Tehát ezen nagyon meglepődtünk mi is, hogy mi történik így is, és ezt a belügyi referensünk most próbálja elintézni, meg felderíteni, úgyhogy ilyen problémákba is ütközünk, hogy ezért lesz fontos az, hogy most építkezünk, és mindenkinek képzéseket tartsunk, hogy szokják meg lényegében, hogy milyen egy ilyen diáktanácsnak a működése.
És milyen, tehát mikor van időtök, először is kérdem én, aki ugye anyuka korú vagyok, és ezért én is inkább a gátjait látom ennek a tevékenységnek. Tehát ez azért elég sok munka egy ilyen szervezetet mozgásban tartani, és emberekkel állandóan tartani a kapcsolatot, és megszervezni ezeket a találkozókat, ugye? Tehát... Én úgy gondolom, hogy hát, hogyha nem most, akkor mikor máskor? Mert most vagyunk fiatalok, erőnk teljében vagyunk, meg akarjuk dönteni úgymond a világot, reformokat szeretnénk, és szerintem pont ez a diáktanácsozás az, ahol ezt ki tudjuk élni a tanulás mellett. És igen, tehát tényleg sok időt, viszonylag sok időt vesz igénybe, de látjuk a hosszú távú célt. És egy olyan közösséget tudunk építeni, ami későbbiekben a legjobb barátságokat hozza össze, és ez egy örökre megmarad. És itt olyan eseményekkel és problémákkal találkozunk, ami mondjuk aki nem diák szövetségezik, az mondjuk a munkahelyén vagy az egyetemen fog először találkozni, és mi ezekből a hibákból vagy akár eseményekből tudunk tanulni. Úgyhogy mindenféleképpen pozitív. Igen, tehát így van, a csapatmunkához való affinitást erősíti az emberben? Ez igen. A te véleményed is? Tehát igen, így... határozottan osztom Laci véleményét. És akkor, tehát gondolom, hogy tavaly kezdtétek ezt a munkát, tehát a 9-ben lehettetek, 8-os diákja lehet, diák lehet tagja ezeknek a diák tanácsoknak? Nem igazán, nem. Tehát, hogy a tavaly, amikor ezt elkezdtétek, akkor mi volt a fő érved neked, hogy ezt el akarod kezdeni? Hát igazából már, hát ez egy kicsit ellentmondásos, de már 7. osztály végén eldöntöttük mi ketten, mivel elég régóta barátok vagyunk, eldöntöttük közösen, hogy mi diákszövetségezni szeretnénk, és hogy majd a Bólyaiban ezt a fajta tevékenységet űzni, és hát egy óriási motiváció volt bennünk tulajdonképpen. Igazából ilyen megmagyarázhatatlan, ilyen... Hát én még azt tenném ezt hozzá, hogy az Európa gimnáziumban jártunk, és ott úgy kezdődött lényegében az egész, amikor megerősödött és elhatároztuk tényleg, hogy az igazgatóság betiltotta a labdák használatát és a rollerek és biciklik használatát az iskola területén belül, ezért nagyon sok diák nem tudott, vagy sokkal nehezebb lett, hogy eljusson az iskolába és ilyesmi, és ekkor mi nagyon, tehát így felháborodtunk, mert ezt nem szerettük volna, hogy így legyen, és éppen ezért aláírásgyűjtést kezdtünk a román tagozattal, meg nem viszonylag sikeres volt, de még követtünk amatőr hibákat, hogy nem kértünk ilyen iktatószámot az igazgatóságtól, ezért leseperték. Ez úgymond egy kicsit kudarc is volt, de itt láttuk, hogy erre szükség van. Ezután elmentünk a Diák Önkormányzati Szabad Egyetemre nyáron, ami a MAKOSZ-nak a legnevesebb ilyen programja, egy hétig képzések és csapatmunkák, és akkor ott volt az, amikor így véglegesen szerintem eldöntöttük, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni. Igen, úgyhogy itt most már eljutottunk oda, amit az előbb kérdezgettem, hogy milyen problémákkal szeretnétek foglalkozni, tehát hogy mik azok a gondolatok, amikkel így foglalkoztok akkor, amikor úgy gondoljátok, hogy ti akkor most hasznos tagjai lesztek a diák társadalomnak. Tehát, hogy mik azok a problémák, mert ugye a rendezvényeket mondtátok, és a rendezvények azok nagyon lényegesek a csapatmunkának a kialakulásában, meg abban, hogy az ember tényleg társas lényként meg tudja határozni magát a diákkorában. De ezen felül azért van egy csomó probléma. Igen, hát én megemlíteném azt, hogy idén részese lehettem a MAKOSZ érdekképviseleti munkacsoportjának, ahol csináltunk egy ilyen Legitnek nevezettük kampányt, ami arról szólt, hogy a tanulói statutumot népszerűsítettük, mert ez sok esetben nincs is betartva, vagy nem is tudnak erről, és itt is felmerültek olyan problémák, mint például a diákokat nem engedik, tehát kötelezik egyenruhára, meg ilyesmik, vagy esetleg az iskolák belső rendszabályzata ellentmond a tanulói statutumnak, ami lehet, tehát nem lehetséges ez, mert egy hierarchia létezik, és
Úgy gondolom, hogy most is az egyik legfőbb célunk, most kiadtunk ilyen kis okosokat, amiket szeretnénk az egész megyében eljuttatni, úgymond mint egy ilyen kis bibliát, ami mindig ott lehet a diákoknál, hogy legyenek tisztában a jogaikkal, de a kötelességeikkel is, mert ez sokszor valamilyen oknál folytva megfosszák őket, vagy egyszerűen nem is tudják, hogy léteznek ilyenek. Igen, tehát szerintem például a biciklivel való iskolába menetel, ez valamilyen jog, tehát ez egy olyan jog, amit nem lehet egy diáknak megszabni, hogy ne tegye. És ez azt jelenti, hogy ti ugye elolvassátok ezeket a diákok statútuma, a törvényeket, hogy a törvényekhez hogyan idomulnak ezek a szabályzatok, esetleg felhívjátok a figyelmét az igazgatónak, hogy itt a kettő üti egymást, igen? Ezt csináljátok? Igen, mindenképpen igyekszünk és törekszünk ezt csinálni, és amit én még hozzátennék problémákhoz, ami talán a diákoknak a jogainak az elfolytásából adódhat, az a diáktanácsoknak a gyengén vagy esetleg rosszabbul való működése. Ez is egy nagyon nagy probléma, és ami tulajdonképpen az egyik alapfeladatunk, hogy felkaroljuk azokat az iskolákat, ahol még nincsenek aktív diákszervezetek, és alakítsanak diák tanácsokat a diákok. És honnan tudjátok, hogy nem működik jól? Hát itt visszatérnek a Nyárádszeredai példára az ilyenekből, vagy esetleg, hogy nincsenek rendezvényeik, és hogy nem mutatnak semmilyen aktivitást. És ezt legtöbbször, akiket felhívunk, vagy felveszik a kapcsolatokat, el is szokták mondani, hogy tehát tényleg nem tudnak érvényesülni lényegében. Vagy azért, mert a diáktársaiknak még nem tudták eljuttatni, hogy nem tudták elmagyarázni, hogy ez mennyire fontos, vagy egyszerűen felülről az igazgatóság gátolja őket. Én azt hiszem, hogy inkább azzal van probléma, hogy nem látják be, hogy mennyire fontos, igen. És hogy végül is lenne egy csomó olyan óhajuk, amit, vagy joguk, amit ők érvényesíthetnének. Tehát, hogy könnyen beletörődnek abba, hogyha az igazgató bácsi nem engedte, akkor ez most nem lehetséges. Nem? Tehát igen. Ez egy eléggé gondolkodásmód átalakító dolog. Azt jelenti, hogy tényleg sok rendezvényt kell szervezzetek ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljétek velük. Nem? Igen. Igen. És ezzel kapcsolatban mire gondoltatok? Tehát valamilyen rendszeresen találkoznátok ezekkel az emberekkel, diákokkal, vagy egyszerre csak eszetekbe jut, hogy na, rég nem láttuk őket, csak akkor hívjuk össze. Tehát van valami ilyen távlati elképzelésetek, hogy akkor minden áprilisban, illetve minden hónapban, az első héten összeülünk, megszervezzük? Hát most hétvégén beszéltük meg a fél éves tervünket, meg a felépítést. Most legelőször azt szeretnénk, ahogy mondtuk, hogy beindítjuk, elmegyünk hozzájuk találkozni, minden elnökségi tag vállalt, vagy 3-4 iskolát, amivel tartja a kapcsolatot. És igen? Tehát valamennyiötöknek van egy olyan helye, ahol van ismerőse? Vagy, mert hogyha nincs diákszövetség, akkor elég nehéz oda bemenni, és azt mondani, hogy na, gyertek, mert beszélgetni akarok veletek. Igen, hát vannak ismerősök, meg vannak az elnökségünkből is olyanok, akik nem vásárhelyek, ezért így megkönnyíti ez egy kicsit a feladatunkat, és ezután szeretnénk egy képzés hétvégét szervezni, ahova ugyancsak meghívjuk ezeket a szervezeteket, körülbelül márciusban vagy február végén, és tervünk van egy ilyen megyei konzultatív tanácsgyűlést is beiktatni, ami mondjuk negyedévenként összehívja az iskoláknak, a diákszövetségeknek az elnökségeit, és akkor közösen megbeszéljük, hogy milyen rendezvényekre számítanak ők is, és hogy mit szeretnének eljuttatni, vagy milyen gondolataik vannak, és emellett még érdekképviseleti szempontból pedig gondoltunk egy ilyen postafiókra e-mailen, ahova majd a bármilyen diák eljuttathatja hozzánk a problémáját, amivel találkozik, és akkor mi ezt továbbítjuk az RMPS-nek, vagy a MAKOSZ-nek, meglátjuk, hogy kihez kell fordulni. Ezeknek a találkozóknak, vagy akár eseményeknek a megszervezése, ez egy menedzsmenti munka, amit gondolom, hogy te, mint ügyvezető elnök kézben fogsz tartani.
Erről tudsz valamit? Tehát te tudod, hogy hogyan kell neki fogni egy ilyen rendezvénynek? Vagy honnan fogod szedni az információkat ehhez? Hát, mert ugye, hogyha összegyűjtötök egy csomó diákot, akkor azokat szállásolni kell, letetni kell, tehát itt komoly dolgokról van szó, nem arról, hogy gyűjünk össze, aztán legfenebb, ha nagyon sötét van és hideg, akkor hazamegy mindenki anyucihoz. Tehát itt van egy felelősség ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nem több napos rendezvényekről lenne szó, inkább egy naposokról, ami talán egy délutánba is beleférhet. Hát nyilván rendezvényszervezés terén van, és úgy gondolom, hogy lesz még tapasztalatom, sőt fogok fejlődni. A Bujai Diák Szövetségben a tapasztalatgyűjtésem is jelen van, és hát igen, szóval napra kész vagyok ilyen téren, úgy gondolom. És még utána nézzel egy-két dolognak. Igen. Ehhez még azt tenném hozzá, hogy ahogy meg is hirdettük, nagyjából 2019 nekünk az építkezés éve lesz, és éppen ezért létre fogunk hozni munkacsoportokat, egy médiást, ami a képek készítésével fog foglalkozni, és a dokumentációval, egy fundraising-et, szponzorkeresőt, mert ez is elengedhetetlen a pénz a rendezvények szervezéséhez, és egy körülbelül 10-15 fős rendezvényszervezői munkacsoportok, amelyek majd mindig fognak segíteni. Akire lehet támaszkodni. Igen. Tehát akire. Igen. És gondolom, hogy a MAKOSZ rendezvények, és ezek a fejtágítók, amiről beszéltél, ezek ebben segítenek, tehát hogy ilyen dolgokat lehet megtanulni szakemberektől, nem? Igen. Pontosan. Mi is most az ősszel részt vettünk a Közéleti és Diákifjúsági Akadémián, ami egy 5 hétből álló képzés, tehát képzés sorozat, és pontosan ezt a MAKOSZ szervezi, és mindig úgy válogatja ki nagyjából az embereket, hogy felkészítse a helyi diáktanácsoknak a vezetését. És hogy tudjanak, akik elmennek ezekre, bejutnak, hogy majd később ezeket tudják kamatoztatni. És még a MAKOSZ-nak rengeteg ilyen képzése van, és éppen ezért mi szeretnénk azok lenni, akik minél több Maros megyei diákot is eljutatnak ezekre a rendezvényekre, hogy ők is tudják ezeket kamatoztatni helyi szinten. Igen, hát én úgy tudom, hogy ez a MAKOSZ rendezvényeken így is, úgy is a Maros megyei diákok vannak mindig túlsúlyban, és gondolom, hogy MAKOSZ vezetőség viszont inkább azzal foglalkozik, hogy próbálja valahonnan a szórványból is összeszedni a diákokat. Van ennek egy másik vetülete is, és pedig az, hogy a nemzetközi diákmozgalmakba hogyan illeszkedik bele ugye a romániai magyar diákmozgalom. Ezzel kapcsolatban nektek van valami elgondolásotok, hogy hogyan csatlakoztok ide? Hát vagy honnan szereztek információkat? Lényegében van egy Európa szerte ismert diákszervezet, ez az OBESSU, és ennek a MAKOSZ-ban a külügyi referense foglalkozik ezzel, és hát igen, vannak közös megmozdulásaink és projektek, de és van egy külön munkacsoportja is a MAKOSZ-nak, ami azzal foglalkozik, hogy tartja a kapcsolatot, és akármilyen problémánk van például nekünk is, akkor azt eljutatjuk oda. Igen, tehát az ugye Erdély nincs kiszakadva a világból, és a diákok itt is pont úgy diákok, mint Brüsszelben akár, és hogyha a brüsszeli diáknak vannak valamilyen jogai, akkor az jó, hogyha az erdélyi diákok is tudnak erről. Hát az az igazság, hogy irigylem egy kicsit ezt az energiát és ezt a borzasztó elszántságot, amit ugye te is hangsúlyoztál, hogy milyen nagy energiával fogtatok neki a tavalyi évben ennek a munkának, mert hogy ez egy ilyen nagyon sokrétű feladat, tehát hogy sok munkával járó feladat. És azon kívül persze, tehát innen kerülnek ki a jövő vezetői, vagy hogyan is mondjuk, ilyesmire is gondoltatok, mint távlati cél? Hát igen, mert végül is, ahogy említettem, itt olyan dolgokat tapasztalunk meg, ami tehát az életünk további részében bárhol nagyon fontos lehet. Például az, hogy megszervezünk egy elnökségi összerázott napi rendi pontokat állítunk azelőtt össze, amit majd a gyűlésen megvitatunk mindent. Tehát úgymond ilyen felnőttiesen viselkedünk az ilyen
rendezvényeken és egymás között, és ez nagyon fontos lehet. És itt most tényleg akárki, tehát lehet egy közéleti személyiség, vagy egy cégvezető, mindenhol fel tudja használni ezeket a tapasztalatokat. Te is valamilyen vezetői dologra gondolsz? Hát a jövőmben? Jövődben. Hát én is mindenképpen nagyon hasznosnak gondolom a diáktanácsi munkákat, az ezáltal szerzett tapasztalatokat, de én mégis másképp képzelem el a jövőmet. Úgy gondolom, hogy én színész szeretnék lenni nagykoromban. Na, de azért abban is szervezni kell, főleg a saját életedet és a saját karrieredet, úgyhogy gondolom, hogy hasznos lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok a műsorban, és hát nyilván sok jót kívánok nektek, és főként azt, hogy ne veszítsétek el a reményt akkor sem, amikor azért a dolgok nem történnek olyan könnyen és olyan akadálytalanul, ahogy azt elképzeltétek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Kedves nézőink, ez volt mai pont ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Thank you.